No kérem, itt volnánk, Subnautica. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, minden nézőt, minden gaming dömpert, hello Ákos, üdv a streamben. Na szóval, a mai napon elméletileg az lenne a feladatunk, illetve a terv, hogy azt a bázist, amit a legutóbbi alkalommal ugye felderítettem, azt most még jobban felderítjük, mert ugye a legutóbbi alkalommal megtaláltam, most ez alkalommal pedig lemegyünk a mélyére a dolognak. Ennek érdekében én rengeteg légcsövet összeszedtem, de most ez nyilván nem lesz így önmagában elég, úgyhogy ennél még azért több kéne. Vészhelyzeti fákja, szerintem ezeket visszarakom, ezeket nem tudom miért vettem ki. Fú, azt a kaját viszont megeszem, mert már kezd megromlani. Hát igen, kicsit csökkentett az életemen, na mindegy. Ó, vannak itt olyan elemek, amiket berakhatok töltésre, mondjuk ezeket érdemes lenne akkor. És igazából tartalék elemeket meghozhatnék magammal kettőt, úgyhogy jó, ez itt teljesen király, ennek örülök. Hello Cat Mario, üdv a streamben. Ez a héten sajnos nem mehetek iskolába. Az miért sajnos? Hogyha csak nem ért valami nagyobb kár, vagy nem ért valamilyen csúnya betegség, akkor igazából ez teljesen jó. Legalábbis én örülnék neki. Na, nem tudom, hogy hány ilyet tudok még legyártani, de szerintem ez volt a maximum. Ja. Így is csak 4 került be az inventorimba az 5-ből, itt az 5. a kraftolópadon. Na és akkor ugye maga a javítóeszköz, az úszó, a légpumpa, az kell, a szűrt víz az is jó dolog, ugye? Sőt, igazából ebből meg is kéne innom még többet is. Azért illik úgy elmenni egy nagyobb utazásra, hogy az ember teletankolja magát. És akkor nem csak, hogy teletankolom magam, de még el is hozok, amennyit csak tudok. Illetve egy tápanyagrudat is elhoznék, mert most tényleg fontos lenne az, hogy talán titánt visszarakhatnám a helyére egyébként. Fú, de rohadt meleg van egyébként, basszus. Megint visszajött a nyár, de ilyen kőkeményen. Nem tudom, hogy fogom bírni, meglátjuk. Mert második hét, és nem leszek iskolában, nagyon sok dolgot ki fogok hagyni. Bármikor behozható. Nem olyan fontos az, de vannak emberek, akik fél évkor csatlakoznak be egy osztályba. Úgyhogy előtte nem valami ilyen-olyan okból, tudom, és én külföldön volt, nem tudom mi. Ezt mégis fel tudják venni, hogy nem a ritmust. Semmi extra. Az a helyzet, hogy egyébként az iskolában szerintem nagyon nem túl effektív a tanulás. Otthon hamarabb meg lehet tanulni azokat az anyagokat, amiket feladnak. Na jó van. De hát én utálom a sulit. Úgyhogy mindegy. Ez így pont jó, mindig arra fogok hazaérni, hogy nézhessem a live-ot. Jó, mondjuk én nem tartok menetrendeket, de én szeretem ilyen 2 körül indítani a streameket. Mert ez így nekem pont ideális, ilyenkorra már ilyen nem sok dolgom van a napon, az adott napon. Estére meg már egyébként annyira elfáradok, hogy nem tudnék szerintem olyan jó nagy lendülettel streamelni, mint ahogy én szeretnék, úgyhogy ezért gondoltam azt, hogy a délután az népszerűbb, elterjedtebb időszak lesz nálam. Örülök, hogyha nektek is jó. Delta Base Dock. Cibuszál. A Delta Base Dock ugye az a mi bázisunk lehet, akkor lehet, hogy ez meg van jelölve? Én nem emlékszem, hogy megjelöltem volna, de nézzük már meg, hogy mi van. Akkor lehet, hogy valószínűleg meg van jelölve. Nyilván. Ki fog derülni. Mert az a helyzet, hogy annyira régen szubnautikáztunk egy hete, hogy már nem feltétlenül emlékszem, hogy ez a Delta Base Dock ez most tényleg annak a jelölése, amit én el szeretnék érni. Nagyjából fejből tudtam volna az utat csak. Mert biztos, hogy nem én írtam be azt a nevet, hogy Delta Base Dock, ugye ez egyértelmű. Nem írok ilyen angol megjegyzéseket. Kingdomot mikorra tervezek? Lesz Kingdoms, de nem tervezek egyelőre, mert jelenleg úgy áll a dolog, hogy nagyon sok Kingdoms tartalom van még várólistán YouTube-on, úgyhogy azoknak le kell pörögniük majd előtte, és utána elkezdem pótolni. A YouTube az ilyen tekintetben beleszól a menetrendbe egyébként, hogy ott hogy állok tartalommal. Na, oké, a Delta Base Dock az nem az, amit ő... Ja, basszus, a Delta Base Dock az a izé... Ja, igen. Basszus, igen. Jó, akkor ez más.
Ez a, igen, ez az, a, ez az az épület, de, de ugye itt van egy ilyen lenti cucc valahol a környéken, elvileg nekem az kell. Úgyhogy azt fogjuk akkor megkeresni. Ha tényleg így van, hogy ebbe az irányba kell menni, lehet, hogy nem ebbe az irányba kellett volna mennem. De most egy kicsit körülnézünk akkor, hogyha már itt vagyok. Mert én nem tudom, hogy miért nem hoztam magammal egy jeladót most sem. Szóval förmedvényes. És ráadásul egyébként maga a tenger alatt járó darabok meg ilyen indokolatlanul nagy számban vannak elhelyezve itt a környéken, ami meg több problémás, hogy az ember azt hiszi, hogy távol mi technológiát, aztán kiderül, hogy nem. Hogy ez nem egy újdonság. Hát lehetséges, hogy jobb lenne, hogyha újra kezdeném a bázistól ezt az utat. Mert azt nagyjából tudom, hogy a bázisból kiindulva merre kell menni. Mert azt tudom egyébként, hogy ezt a bázist, ugye, amit most szeretnék feltárni, ezt úgy találtam meg legutóbb, hogy ugye elindultam a jégmezőmen, elindultam ide a jégfalhoz, akkor találtam egy ilyen medúzás vidéket, és ugye a medúzás vidékennek a peremén volt ez a bázis valahol. Meg kellett van jelölnöm mindenképp, nem szoktam hozzá. Hello Ádám, üdv a streamben. Oké, a legutóbb ezt megtaláltam. Igen, akkor jó irányba jöttem, akkor ezen túl kell menni, és utána egy kicsit éjszaknak, hogyha ugye emlékezhetünk rá, hogy ezen végigmentem ezen a cuccon. Ezen az UFO csövön. Vagy min. Na nézzük akkor, most jönnek a medúzák lassan. Majd. Elméletileg. Ugye valahol jégfalba is bele kell ütköznöm majd. Itt kb. Erre felé, igen, nagyon jó. Itt vannak a medúzák, teljesen király. És akkor szerintem itt innentől kezdve talán éjszakra kell mennem. Valahol a Delta Base Dock környékén volt egyébként akkor ez a bázis egyébként. Ami jó egyébként, lehet, hogy összekötetésben áll a kettő valamilyen szinten. Már nem közvetlen összekötetésben, hanem mondjuk sztoriban vagy valahogy. Valahol itt lesz, igen, Ákos, szerintem is itt lesz valahol. Nagyon ismerős a környék. Hú, az micsoda? Scans indicate cave system below contains faint power source. Hú, micsoda hínáros van itt, nem semmi. Nem tudok beljebb menni a géppel. Sok itt az arany. Kiszedjük. Ja, titán volt benne egyrészt, másrészt pedig nincs az inventory. Majd jó, akkor hagyjuk. Koncentráljunk a fő feladatra. Ide majd később visszajövök. Úgyse tudnék mit kezdeni az itt összegyűjtött dolgokkal. Meglátok valamit, már rögtön mennék felfedezni. Érdekes helynek tűnt egyébként egy ilyen hínáros barlang. Azért látszik, hogy még a pálya nincs kész. Teljesen itt látom, hogy vannak. Ja, oké, ez csak betöltési probléma volt. Azt hittem, hogy nem volt letextúrázva a talaj. Plusz 500 töltött káposzta. Az miért is jár, Cat Mario? Nem tudom, a múltkor is beszéltünk erről, csak elfelejtettem. Hogy ez hogy van nálam beállítva? Mert nálam a töltött káposzta, hogy a képernyőn megjelenő cuccok. Miért lehet kapni 25-öket? Ja, a kártyás játék. Ja, igen, emlékszem. Igen. Igen, a kártyás játék volt. Alaposan át kell vizsgálnom a környéket, de jó lenne megtalálni. Nagyon rákészültem arra, hogy lemegyünk oda.
De egyébként, hogyha meg nagyon... nem találom meg, akkor egyszer megnyitom az előző streamet, videót, és megnézem, hogy pontosan hova mentem abban. Visszakövetem a... Á, itt vagyunk. Nagyon jó. Nem volt olyan nehéz. Na, a probléma az ugye, hogy 132 méter mélyen vagyunk, és le kell juttatnom 132 méter mélyre magát a csővezetéket is. Úgyhogy itt ez, egyébként meg lehetnek szörnyek. Hát ilyen ezek a szörnyhalak, ezek a nagy gubi, szörny gubi. Na, de a lényeg az, hogy lehetnek ilyenek. Meg most egyébként rendesen beült a sötétség. Annak ellenére, hogy... Jó, hát nem mondom azt, hogy napfény van, igazából rendesen megy le a nap, úgyhogy értem, hogy miért nem látok semmit. Basszus, azért mennyire be lehet szarva az ember, hogy ekkora bolygót lát az égbolton. Eszméletlen. Na jó van. Valahogyan próbáljuk meg jól behatárolni azt, hogy hova kell vezetnünk ezt a csövet. Hova kell... Hát igen, igazából... Igen, mert látom, hogy persze lefelé megyünk innen, de... hogy pontosan hol kezdjem el, az... az kérdéses. Igazából az, hogy merre tartok, az talán fontosabb lehet, úgyhogy igazából legyen az, hogy... Ja, igen, igen, minél inkább az ajtó környéken kéne ugye elkezdenem. Úgyhogy nagyjából azt kell látnom majd, hogy az ajtó hol van, úgyhogy megvilágítom az ajtó fölötti részt. Szerintem. És akkor remélhetőleg, hogyha most felúszom a felszínre, akkor látni fogom ezt a, megvilágítást nagyon magasról is, sokáig. Az a jó egyébként abban, hogy a karakter csak 90 fokban tud felfelé menni, nem tud megpördülni, így, nagyon szép, egyenes vonalat tudok húzni magam alá. Ezt vigyük már el innen. Jó, hát igazából a, tengeralattjárónak a fényét nem látom. Hú, micsoda izé van itt fent, te jó ég, milyen sarki fények vannak, nagyon kemény. Hát nyilván egyébként, miért ne lehetne ilyen, ha a földön is van. Na jó, van, akkor ezt használjuk. Telepítés. Eldob, de én nem eldobni akarom, hanem lerakni. Ott van. Hát nem, éppen ide raktam le, de mindegy. Jó, és akkor most elkezdhetjük a munkát vele. Ugye... a lényeg az, hogy nagyjából, pont alatta legyek, és akkor... szeretném egyenesre húzni ezt a rendszert. A francba. Rákért szedtem fel. Mindig arrébb rakja. De ez így most már nem pálya. Nagyjából pont alattam van a tenger alattjáró, ami jó. Miért nem rakod le? Oké, ott van. Jó, és akkor oké, most már tudom húzni a, csíkot. Nagyon jó, mármint a csövet. Precíz munkát fogunk végezni. Pont alá húzom. Szerintem nagyjából jó, nagyjából eltakarja. És akkor húzom addig, ameddig csak lehet. Oké, most eltűnt. Oké, meg vagyunk, és akkor elméletileg nő az oxigén szintem. Valamiért nem nő.
Hát nekimentem egy sziklának, ami annyira nem biztató egyébként, de mindegy. Jó, hát akárhova is lyukadok ki, valahol a tenger alattjáró környékén leszek, ez szerintem biztosra vehető azért. Beleütköztem megint valamibe. Aha, itt talajt fogtam, ez a probléma. Hol a tenger alatt járó? Itt van alattam. Ó, nagyon jó. Igazából nem probléma, szerintem itt a hegynek az oldalán most már levezettem, és akkor ez így rendben lesz. Így. Nagyon jó, nagyon jó. Jó, és akkor most megint egy 90 fokban haladunk lefelé majd. Vagy várj, csak jobb ötletem van. Nézzen ki menőn, mint hogyha a szikla oldalán lenne levezetve. Ez ilyen apróság, de miért ne? Te annó csináltál videót YouTube Life is Suitable-ből amúgy, mindjárt meg is nézem, megvan. Igen, igen, Ádám, volt ilyen. Egy bemutató videót csináltam a Life is Suitable-ből. Nem lett túl pozitív a végeredményem, de a végeredmény róla, de azért próbáltam valamennyire objektíven nyilatkozni róla. Mert azért rengeteg időt beleöltem a játékba. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Nekem te ne 30 másodperc ezzel. Amíg itt van ez a csecs. Oxygen. Addig. Ennyi ma mindenség ideje arra, hogy feltankoljak. Egyébként ezeket fel is veszem szerintem, mert nem jövök le ennyire mélyre. Hanem itt rögtön bemegyünk itt fent. Úgy emlékszem, hogy itt magában a barlangban nem volt semmi veszélyes hal. Úgyhogy innentől kezdve itt biztonságban vagyunk. Ki kéne majd rakni ilyen lámpákkal ezt a belső teret, hogy jobban lássak, de igazából, hogyha nem építek csővezetéket éppen, akkor nem lesz probléma. Utólag belegondolva, borzalmas volt a játék, pedig mennyit játszottunk vele, úristen. Ja, igen, igen, a Life is Suitable az nem a legjobb. Nem. Hát egyfajta függőséget elégít ki, nem tudom. De örülök, hogy... Hát végülis nem sajnálom az időt, mert azért mégiscsak megtapasztaltam benne egy valamit. Azért mégiscsak. De nem játszanék vele. Csak akkor, hogyha normálisan megcsinálják. Mert nagyon sok igénytelenség van benne. Az alapkoncepció meg igazából tök jó. Ez a Life is Suitable, ez olyan, mint egyébként a SnowRunner szerintem, csak ők rosszul csinálták meg. A SnowRunner az meg tök jó meg van csinálva. Ugye ez egy olyan játék, ami ilyen egyeduralkodó a piacon, mert nincs egy rendes konkurenciája, mert senki nem foglalkozik ezzel a témával. Normálisan, ekkora mértékben. És hogyha valaki rászánná az energiát, akkor...
ide csinálunk egy ilyen kivezetőt, hogyha ugye ott lenne szükségem oxigénre. De nyilván szükség van arra, hogy az ember vissza tudjon jönni. Szóval, hogyha rászállná valami nagy stúdió azt, hogy rendesen megcsinálja a játékot, akkor igazából úgy sem tudják megcsinálni úgy, ahogy kéne, mert az a helyzet, hogy telepakolnák olyan dolgokkal, olyan funkciókkal. Elfogytak a csövek, basszus, mehetek vissza. Telepakolnák olyan funkciókkal, amit a játék már nem ugyanaz lenne. És ez a probléma. Pedig igazából, hogyha valaki venné a fáradtságot, és lenne olyan bátor, hogy megcsinálja azt a játékot normálisan, de ugyanaz szerint a koncepció szerint, vagy egy hasonló koncepció szerint, mint az eredeti fejlesztők, akkor az egy tök jó játék lehetne. Csak gondolom nem játszanának vele olyan sokkal, mert tele kéne rakni olyan dolgokkal, amik ilyen nagyon casual szintre vinnék el a játékot. Na jó van. Én most egyébként magától a Delta Base doktól vagyok 376 méterre. Aha, hát akkor közel sem. Közel sem ott vagyunk, ahol lennünk kéne. Nem tudom, hogy fogok ide visszajutni, mert koordinátákat szerintem nem lehet a játékban szerezni. Szép egyenes lett egyébként a pipám. Jó mélyre lejön. De hát rengeteg csőkkel még a jövőben. Viszont magát a csövet könnyen meg fogom találni, szerintem. Jó, hát ott van 850 méterre a bázis. Itt van valahol mellettem egy sziklafal, amit már nem látok. Arra valahogy megtaláljuk. Úgy, ahogy itt először megtaláltuk, de most hozok egy eladót és lerakjuk. Teljesen egyetértek, lehetne jó is, de nem az. Ja, sajnos ilyen, igen. De minden esetre egyébként tényleg azokat, akik nagyon vágynak erre az élményre, azokat valamennyire ki tudja elégíteni, és azért sok ember van, akit meg hosszú távon is leköt. Ugye ezek az ilyen réteg játékosok, akik képesek ugye elsiklani a hiányosságai felett. Én nem szeretem azt, hogy egy játék annyira orosz. Egyébként orosz. Szerintem ez olyan orosz játék, ugye, hogy ilyen nagyon a tömegre épít, az elhivatottságra. Kicsit olyan, mint a izé, a Rust egyébként, szerintem. Ugye, hogy nyilván az, hogy nem támogatja a casual játékosokat. Te egyedül nem tudsz ebben nem mit csinálni, csak akkor fizetsz. Az meg azért nem a legjobb. Az a baj, hogy egyébként nem fogom tudni, merre kell majd visszajönnöm, bár hogyha belövöm hazafelé az irányt, hogy milyen irányból közelítettem meg a bázist, ugye látni fogom a bázis formáján, hogy milyen irányból jöttem, akkor ugyanazon a irányon el tudok majd indulni visszafelé, és akkor szerintem könnyen meg fogom találni a pipámat. De mindenképp csinálunk kell egy eladót. Rengeteg pipát kell még gyártanom, és egy eladót. Most ez a feladat. Tele jeladózom a pályát. Ugye annó a Subnautikában nem használtam annyira a jeladókat egyébként. Ő pedig nagyon hasznosak. Csak ott inkább ugye a memóriámra hagyatkoztam. Meg ugye van egy térkép is a játékról, illetve volt egy térkép a játékról, amit használgattam. Na igen, szóval nagyjából az ágyam irányába kell elindulnom. Szóval, hogyha itt így elmegyek ebbe az irányba jobbra, akkor nagyjából pont abból az irányba kell indulnom, amerre az ágyam néz ki, ez a cső. Ez tök jó, ez így egyszerű. Jó van akkor. Oké. Okay. Na és akkor vegyük ki a titánt, nézzük meg, hogy mibe kerül egy eladó legyártása. Termosz, igazi olasz espresszó, ízetlen amerikai vízzel hígítva. Érdekes. Huszonyok, basszus. Nincsen jeladóm. De jeladó itt van, rézérc és titán kell hozzá, nagyon király. És
sikerült egyet sem kivennem. Atlantis 2000 mondja, üdv a streamen egyébként, hello, a teherszállítóhoz lehet csatlakoztatni más modulokat is. Elméletileg moduláris, de még nem jutottam el arra a szintre, hogy ez megtörténhessen. Úgy tudom, hogy van ilyen kargó modul hozzá, meg valamilyen ilyen lakó modul, vagy mi a fene, ilyen alvó modul. Aztán, hogy mi van még ezen kívül, azt nem tudom. Hol vannak a pipák? De eszközök között itt van. Légcső. Oké, tele vagyunk légcsővel, nagyon király. Nyomunk egy kis kaját, meg italt. Kimegyek, gyorsan elkapok pár halat. Nyilván az ételkockát akkor fogom megenni, mikor nem otthon vagyok, hiszen az rengeteg, valami 75% kaját visszatölt, ha jól emlékszem. Úgyhogy azt majd akkor, amikor tényleg kint vagyok, azokat érdemes nagyobb utakra elvinni. Most pedig, hogy itthon vagyok és tudok halakat fogni itt az átonyban, itt simán megtettem azt, hogy tulajdonképpen bármilyen halat elmarhatok, ami gyerekukucskáló. Na. Azt, hogy csak kukucskálót meg kell kergetni rendesen. Gyere, meg vagyunk. Hát szerintem még egyet elkapok valahonnan. Mondjuk ezt. Gyere már. Hogy tele van az inventory. Nem tudok addig. Nem tudom addig használni a gépet, ugye, ameddig van valami a platformján, ami logikus egyébként. Vital signs stabilizing. Nagyon király, rendben vagyunk. És akkor hát egy két palack vizet szerintem elhozunk, vagy tudjátok, mit legyen igazából. Négy. Mert magával azzal az ételkockával plusz a négy palack vízzel nagyon sokáig el leszek. A kérdés az, hogy ezekkel a csövekkel milyen mélyre tudok most ezúttal lejutni. Az elem tartalék az nem olyan fontos. Minden egész jól áll. Egyszerűen annyit kell csinálnom szerintem, hogy kicserélem az elemeket frissen minden eszközömben. Hogy is kell az elemet cserélni? Mindig elfelejtem. Itt van, oké. Okay. Ja, mondjuk igazából csak ebben a kis gépben kellett erre odafigyelni, és akkor a többi elemet meg ide be is rakjuk. A nagy elemet azért elhozom, hiszen az tölteni a fő hajómat, tengeratjárómat. És akkor azt mondja, hogy ez az minden csövet tudok hozni. Jó, és akkor még magát a tartályt szerintem feltöltöm vízzel, mielőtt elindulnék. Na és akkor nézzük meg, hogy mennyire jön be ez a dolog, amit ugye én így kitaláltam, ugye, hogy ebbe az irányba kell elmenni. Így, ebbe az irányba, de nagyjából egy nagyon picit arrébb kell menni, ugye, hogy ott legyek a... Igen, itt ennek a modulomnak a feje fölött, mert ugye ezt a modult céloztam be a hazamenetelkor. Nem hiszem, hogy azért pontosan abba az irányba fogok kiukadni, ugye, mert nagyon nagy távolságoknál nagyon kis fokeltérések is ugye nagy eltérést mutathatnak majd a később, ugye, amikor a célhoz érek. De ettől függetlenül nagyjából szerintem jó lesz az irány, és akkor ott a, nem tudom, egy olyan 300, mennyi is volt? Nem, 850 méter volt azt hiszem a távolságunk. 850 méter környékén elkezdhetek majd kutakodni, 350 méter a delta bázistól voltam. Tulajdonképpen így be lehetne háromszögelni, vagy kétszögelni, jó, annyira nem, mert ugye a két pont között, két ponttól
több irányban is lehetek ugyanolyan távolságra, két ponttól. De nagyjából egész jobb előhető az, hogy merre kell mennem. Eddig minden normális. Na most az a baj, hogyha hátra nézek, akkor... akkor elveszítem a szöget. Már most elindultam egy irányba, és ezt az irányt ezt nem törhetem meg nagyon sokáig. Tulajdonképpen egészen addig nem törhetném meg ezt az irányt, ameddig meg nem látom a csövemet. Szerintem rendesen eltávolodtunk a... ...716 méterre vagyunk, ugye a Delta Base 200 méterre van, igazából nagyjából helyben vagyunk. Ugye még egy 100 métert kell mennem nagyjából ebbe az irányba, egy kicsit erre talán. Én mondjuk nem árt, ha bekapcsolom a fényeket, lássam is a... Ugye a 350 méter és a 800 méter az, amit tartanom kell a delta bázistól, 350 megvan, és ugye 850 valahány méter kell még, úgyhogy akkor ez azt jelenti, hogy egy... Bár egyébként itt van egy mélyedés, úgyhogy ide már is lenézek, mert ezek a mélyedések, ezek jók szoktak lenni. Ezek esélyt adnak rá, hogy... hogy ez az a mélyedés legyen, ami nekem kell. Az a baj, hogy megint rohadt sötét lett valamiért, és nem tudom, hogy miért. Sokáig nagyon világosan, aztán egyszer csak boom. Most igazából lehet, hogy este lett? Mert igazából az éjszakában nehéz ezt megtalálnom, ugye? Mindig akkor van éjszaka, amikor egyébként ide érek. Ráadásul annyira sötét van odafent, hogy nem csoda, itt a tenger fenéke, nem látok semmit. Igen, igen. Szívás. Ez határozottan megnehezíti a keresést. Nézzük csak, mennyi van. 808 méter, illetve 400 méter vagyok a Delta Base-től, akkor ahhoz közelebb kell jönnöm, illetve a saját bázisomtól egy kicsit távolodni. Már bevallom, hogy a 800 méterben nem is vagyok teljesen biztos, a 850 méterben. De biztos vagyok benne, hogyha lenne egy kis fényem, akkor sokkal könnyebben megtalálnám azt, amit keresek. ...500 méterre vagyunk a delta bázistól, illetve az gáz, az nagyon elsodródtam, akkor elkezdünk menni felé. 890, aha, most már biztos, hogy túlmentem. Akkor visszamegyek 350 méter környékére. Nem baj, mert most szívunk utoljára ezzel. Utána lerakom a bóját, aztán rendben leszünk. Valami nekem jött. Sajnos azt kell mondanom, hogy meg kell várnunk szerintem majd a reggelt, hogy tiszta legyen a helyzet. Hoppá! Megvan a cső. Na, jó van. Mennyire volt igaz az, amit mondtam egyébként? Ugye a cső mellett jöttem fel, 860 méterre vagyunk, és 350 méter. Aha, igen, egész jó volt. Jó, hát persze nyilván ilyen 10 méterek is számítanak. Na, de a lényeg az, hogy megvan. Szerencsére jól bevilágított, a fény lett rendesen ettől a lámpától, amit használok. Oké, itt volnánk. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Jó, és akkor ezt ide lerakjuk, és akkor el is nevezhetjük mély bázisnak. Hát most könyörgöm, nem tudok róla semmit.
Mély bázis, nagyon király. Azt szerencsére már tudjuk, hogy veszély nem fenyeget minket itt egy bizonyos mélységig. Úgyhogy jó ideig tudok haladni. Úgyhogy nem kell semmi miatt aggódnom. Ilyen mélyre még nem nagyon merészkedtem a játékban szerintem. Mert ugye eddig mindig, amikor nagyon mélyen mélyre mentem volna, akkor ugye általában azért megijedtem magától, hogy nagyon ismeretlen a környék, valószínűleg semmi dolgom itt, de önmagában a bázis az viszont tök jó lehetőségeket kínál arra, hogy technológiákat fedezzek fel, úgyhogy itt van egy ilyen fix ígérete ennek a helynek, ami miatt érdemes ugye ezt a mélységet mindenképpen felderíteni. Én nem azért mondom, de... Mi a rák? A pipa nem visz lejjebb? 150 méternél, vagy mi? De lejjebb visz, csak volt valami, ami miatt az előbb elakadt. Nem azért mondom, de ez a csatlakozás, ez nagyon picike. Lehet, hogy rossz irányba áll ez a pipa. Nem próbáljuk akkor ezt egy kicsit... távolabb a faltól. Jó. Jó, hát akkor nagyon egyszerűen fogom megragadni a kérdést. Azt mondom, hogy behúzom ezt a közepére ennek a lyuknak, és akkor ott viszem le, és akkor nincs kifogás, hogy miért nem működik. Mindentől távol lesz. Nagyjából itt vagyunk a lyuk közepén. Most ilyen... Oké, na. Karakternek oxigén kell, nekem pedig víz. Hello Joker Woman, üdv a streamben. Tenger alatti, nulla alatt. látom, ezért mennek az Atusz-féle címadások. Igen, lehetett volna ilyen címet is adni neki, azok is jók. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. És már megy az Atus detektív mód Cat Mario-tól. Én nem tudom, hogy ennek mi a története ennek az Atus detektívnek. Mondjuk. De hát, hogy megkérdezem tőle. Na jó, megszívogatjuk ezt a csecset. Aztán lehet tovább menni. Szerintem most már nem megyünk haza még egy adag szívószálért, hanem megpróbálom felderíteni a maradékát a bázisnak a dupla légtartályommal, összekombinálva a két módszert, ugye? A légtartálycserélős módszert, illetve magát a... ugye ezt a pipás módszert, ami... rejutásban. Az a baj, hogy Atuszon kívül senki, de majd elbeszélgetünk vele erről. Ja, hogy senki nem tudja az Atusz detektívnek az okát. Szerintem Atusz leszedett egy random detektív csávót, és ide baszta nekünk, hogy használjuk. Aztán közben pedig nincs is semmi értelme. Azon gondolkodom, hogy a polkorrektség korában a pedofília olyan csúnya szó, maradjunk annál, hogy kipróbálta early S korai hozzáférésben. Basszus, a kurva életben ez, de... Jó van, ez nagy. Ez jó pofa. Te jó ég.
korai beférkőzésben. Na jó van, de ez már mocskos volt. Most már túlvittem a poént. Érdekes, hogy ehhez már nem tudok valamiért hozzácsatolni megint. Mintha bevágosodott volna. Néha mintha bevágosodna, vagy nem tudom. Úgyhogy most csinálunk egy ilyen teljes lekanyart. Lejövünk ide a mélyére. De valami én örülnék neki rendesen, hogyha ezeket a pipákat ilyen 90 fokonként lehetne forgatni valamilyen gomnyomással. Mert ez a nagy kezekúszasság, ez engem rohadtul zavar valamiért. Na jó, van, nézzük egyébként, hogy mit lehet itt felfedezni, mert én itt már is látok valami érdekeset. Hű erőmű töredék. Az egy tök jó dolog. Én szeretem a hőerőművet. Az alapszubnautikában is volt hőerőművem, és az volt az egyik legkedvencebb erőművem. Mert azt ilyen, tényleg azt ilyen okosan kell helyezni a pályán. Úgyhogy én azt szeretem hőerőművet. Itt is szeretnék hőerőművet majd. Ha lesz itt is lávazóna, akkor meg kifejezetten hatékonyan fognak azok pörögni. De igazából önmagában már ugye ez a gejzíres terület is. Jó hőtermelő képességekkel bír. Jó, van, ezt felvettem. Szerintem van valamilyen korlát, hogy milyen szögben lehet ezeket elforgatni, ezeket a csöveket, vagy nem tudom. De valamiért néha nem engedi. Meg lennék lepődve, hogyha az a buborékot valóban tükrözne a játékban. Ray Tracing RTS technológiával. Valószínűleg inkább arról van szó, hogy már nincs köze, nem is egy buborék, hanem a... Ja, hogy ez a megtervezendő cuccnak a része. És igazából nincs ott egy buborék. Azt hittem, az egy ilyen levegő buborék, ami ott így megragad a cucc végén. Furcsa, múlt hihető volt. Érdekes, hogy megint nem tudok csak egy ilyen picit rakni rá. Ez miért van vajon? Lehet, hogy egy bizonyos mélység után már csak ilyen keveseket tudok haladni, vagy mi? Egyébként undorító dolognak tartom a játék részéről, hogyha tényleg erről van szó. Nyilván kényszerít arra, hogy ne ezzel menjek tovább, de ez így nagyon kicsi. El is használtam a csöveimet. Jó, akkor innentől kezdve... Szóval akkor innentől kezdve már levegőpalackkal dolgozunk. Ugye két levegőpalackom van, úgyhogy azokat tudom váltani, és akkor induljunk el. Legalább ezt a területet tök jó fel tudom fedezni majd. Mondjuk nyilván a rák szörnyeket nem közelítem meg, mert elméletileg agresszívek. Az Aurora launcha beazonosítva, vannak túlélők. Na, ez tök jó, ez ugye arról van szó, hogy itt az Auroráról szereztünk egy információ morzsát. Egy kis visszautalás az előző epizódra. Majd a szunotikázás végén elolvasom ezeket szépen alaposan. Jó, én úgy látom, hogy ez a rész megvan. Oké, nagyon király, itt vannak további dolgok, amiket érdemes lesz szkennelni. Menjünk vissza gyorsan egy cippantásra. Menjünk már oda, just for fun. Pontosan hova? A mélységbe megyünk, a bázis mélyére. Na. A rák népséghez. Ja, persze, nem. Majd, hogyha lesz kártya, akkor.
Akkor lesz ilyen kiváltás, hogy menjünk a rákhoz közel. Na. Oké, alakul a technológia. Szerintem a lépegetőnek nem sokára meg lesz minden eleme. 75%-os lépegető felfedezésünk van, nagyon jó. Élőhely építő töredék. Hát aki itt találja meg a játékban ezt, az valamit rosszul csinált. Okay. Illetve van itt egy ilyen dolog. Járműfejlesztő konzol. Járműfejlesztő konzol. Basszus, nekem az kell. Én azt akartam megszerezni. Na, már is nagy sikert könyvelhetek el akkor. Mert a járműfejlesztő konzol az lehetővé teszi azt, hogy akkor felfejlesszem majd még jobban. Szóval felfejlesszem majd még jobban ugye a tengeralattjárómat, és akkor lejöhetnék ezekbe a mélységekbe ilyen pipák nélkül is. Arra mondjuk kíváncsi lennék, hogyha ezeket gyakrabban cserélgetném, akkor mindig visszakapnám-e az alap légzés szintemet, ugye azt a 45-öt, vagy azt így nem, de valószínűleg ez ki van megvan oldva, hogy ilyen ne legyen a játékban. Ugye ez egy bug kihasználása lenne tulajdonképpen. Itt volt egy hal, amit tudtam volna szkennelni. Ott van. Ősonos ér... három szem. Cuki. Hőerőmű töredék, nagyon jó. Na, van is hőerőművünk. Ott volt egy elem a lépegetőknél, az nem kell? De persze, miért ne? Menjünk érte. Mindjárt megnézem. Láttam egy elemtöltőt, de abban nem láttam elemet, úgyhogy mindjárt megnézem, miről volt szó. Mi ez? Oké, ez titán volt. Jaj, lépegető ugró rakéta. Ez egy fejlesztés volt, basszus. De durva. Én ezt véletlenül nem tudtam lekattintani. Valamit jelez. Lépegető fúrókar töredék szkennelhető. Oké, nagyon jó. Basszus, az valami király dolgot ásott ki. Kevesebb levegőm van, mert nem adja hozzá azt a 40 valahány másodpercnyi levegőt, ugye, ami alapvetően a tüdőmből származik. Úgyhogy igazából ezzel tök jól megoldja a játék ezt a kérdést, amiről beszéltünk, ugye, hogy a végtelenségig cserégethető-e ez a cucc, úgyhogy állandóan hozzáadja a tüdőkapacitásomat, vagy sem, mert ezek szerint nem. Mert igazából az alap tartályhoz sem adja hozzá, illetve az alap tartályt is úgy számolja, hogy már eleve hozzá van adva, és hogyha csak így átcserélem őket, akkor nem adja már hozzá újra a tüdőkapacitásomat. Persze sokkal egyszerűbb lenne, hogyha hoznék még egy adag vízipipát. Hú, de az a helyzet, hogy, hogy meg kell nézni azt, hogy itt milyen mély ez a cucc még. Van-e értelme egyáltalán tovább jönni? Én úgy látom egyébként, hogy van.
Mert itt rengeteg minden van ebben a mélységben. Technológia! Fejlámpa! Hát igazából hasznos lenne, bevallom, de nem hozott akkor a lázba. Na jó, van, oké, akkor szerintem hazamegyek még több pipáért, mert úgy látom, hogy nagyon kellenek a pipák. Illetve megnézzük, hogy reálisan le tudom-e gyártani a lépegetőt, vagy nem tudom, az annak végül meg lett a technológiája? Teljesen? Mert ha nem, akkor még azért a lépegetőt érdemes lenne így leszkennelni, vagy nem tudom, valamelyik mélységben hátra találok még kis lépegető elemet. Nézzük meg a tervrajzokat. Lépegető 3x4. Nem, akkor nincs meg sajnos. Aha. Szomorú. Na jó, akkor nézzük, hát találok még lépegető elemet. Gyorsnak kell lennem. Ugye itt volt két itt volt még egy lépegető. Hát ez nem lesz meg, úgyhogy megyek visszafelé. Nincs lépegető, azt tuti. Szomorú vagyok egyébként, nem is értem, hogy miért jó ez, hogy nem tudom megszerezni így a lépegetőt, hogy pont egy negyedik hiányzik. Na jó, van, menjünk haza szerintem. Összeépítek egy újabb pipát, meghozok szerintem még két légtartályt. Hogy a pipákon túl még nagyobb mélységekbe tudjak majd merészkedni. Ami a doknál van, az mellett van még egy. Hát összesen három lépegetőt láttam. Van egy a doknál, igen, azt tudom, hogy ott van egy, de én azt leszkenneltem. Ott a doknál volt egy, ott a földön volt egy lépegető. Az volt a második, amit leszkenneltem, a dokban lévő volt a harmadik, és a legelőször így a bázis elején, nem sokkal azután, hogy a csövek véget érnek, azután volt ugye az a fekvő lépegető, az volt a legelső, amit még annó leszkenneltem, amikor először jöttem ide. Hoppá, neki mentem Frankónak. Sziklafalnak. Valószínűleg egy lépegetőt amúgy se tudnék csak úgy legyártani szerintem, mert olyan a nyersanyagok kellenek hozzá, ami nekem nincs. De nem ügy. Hazamegyünk simán, szerencsére ezzel a tengeralattjáróval gyorsan tudok közlekedni. Jó, mondjuk azért ez így is eltart majd egy fél percig legalább.
Ránézek a kutyára, megnézem mi van vele, egy pillanat, mindjárt jövök. Édni. Ez a menő. Aludjunk egyet, nézzük meg milyen az, hogyha alszunk. Vagy inkább ezt majd a végén. Most elolvassuk az anyagokat. Van egy kis bázisom, úgyhogy élvezzük annak a... előnyeit, meg mindent, ami benne van, hogy itt nem végre a vízben, meg ilyenek. Na, itt is volnék. Szóval, a terv az, hogy hazamegyünk, összerakok pár újabb csövet, és akkor még mélyebbre merészkedhetünk ebben a mély bázisban, vagy minek nevezze már, mély bázis legyen, mély, mert mélyre hatunk benne. Bár gondolom a játék nem arra számított, hogy az ember úgy fogja ezt felfedezni, hogy ilyen csőrendszereket használ. Főleg úgy, hogy egyébként lehetséges, hogy egy bizonyos mélység után már tényleg nem tudom olyan sűrűn rakni a csöveket. Mármint pont úgy sűrűbben kell raknom a csöveket, mint az korábban, és akkor lehetséges, hogy ez a tervez kudarcra van ítélve. De szerintem amennyire tudom, most mindenképp felfedezem a jelenlegi játékban lévő lehetőségeim szerint ezt a bázist. Úgyhogy akkor a még két levegőtartály, vagy nem tudom hány levegőtartály kéne egyébként, lehetne ilyen nagyon-nagyon sok levegőtartályom is. Csinálhatnék még négyet is, akár, nem tudom. Ezt ugye eldöntöm, hogy ez hogy legyen.